A vonat elején lévő kocsik egyet látnak a nélkülbe, így összadásra. Sziasztok, üdvözletem minden Ajkáról. Jelenlőre gyalog vlog lesz, de ismét egy vonalbejárás miatt vagyok itt. Mégpedig a Padrakút, illetve Halimba felemenő vonalat fogom most bejárni. Ugye Csingerig már bejártam tavaly. De ezért most elmegy egy gyalog addig, ahol szétválik a kettő, ott az egykori ajkai erőmű mögött. És majd onnan folytatom a másik irányba. Padrakútig még megvannak a sinek. Azt valamikor egy ilyen másfél évtizeddel korábban szedték fel Halimba bányáig. Jól emlékszem, de ennek mindjárt utána nézek, mert fel van nekem ide írva a jegyzetbe. És ott jön egy Ikarusz megint. Ja nem, most fordul el. Vasútállomásnál láttam egy Ikarusz. Fényképet csináltam róla, hát videót nem tudtam mikor indul. De utána láttam itt elmenni. És ez itt van az átjáró. Még látszik a pistogó fénysodonkó is, és az ott a Csingeri vonal, ezt már múltkor bejártam, és egy picivel arrébb errefele ágazott ki a Padrakúti, vagy a Halimbai. Hát akkor egy kicsit vissza kell itt a sinek mellett sétálni, és itt a közút mellett megy. Hát szerintem majd ott az ív után lesz valahol a kiágazás, úgyhogy addig szépen visszamegyünk. És lehet nézzétek, itt van egy bejárati jelző, ami még működik, mutatja a vöröset. Bizony, és hát ez a szakasz is kezd mágazosodni. Pedig ez még az a rész, ahol még volt forgalom. Ugye Csingeri 2016-ig jártak ki a vonatok, sőt 2014-ben vagy 2015-ben, amikor a patak elmosta a töltés, még helyre is állították. Bár már akkor is rezgett a rész, de ugye ezt a másik videóban is mondtam, de akkor még a mangánérceket vitték a Dunaferdbe, és emiatt bizony helyre kellett állítani. Hát viszont nem telt el egy év se körülbelül, mikor váratlanul a Dunafer az úgy döntött, hogy ő már nem foglalkozik többet ilyesmikkel, tehát mangánérc neki már többet nem kell. És onnantól kezdve megszűnt a szállítás, más funkciója a vonalnak nem volt, és azóta itt áll kihasználatlanul. És egyébként mindjárt kiérünk az elágazásig. Ott már látok is egy jelzőt, ott szembe. És egyébként itt hagytuk el a 14-es szelvénykövet, a 17-esnél volt az átkelő. Úgyhogy haladunk szépen. És ez már az a vágány, ami Padrakútig vezet. Ott arra fele van a váltó, de ugye azt már bejártam korábban, úgyhogy nem sétálok addig vissza. Ha nem, itt elindulok szépen erre. Ezt a szakaszt nem használták már régebb óta, mint a másikat, tehát biztos, hogy sokkal gazosabb lesz és kevésbé járható, de hát remélhetőleg sikerül eljutni a közútig, mert a közúttal párhuzamosan megy majdnem utána, és ott már azért nyilván egyszerűbb lesz bejárni. Hát haladunk, ameddig tudunk. Ilyen 15:30-kor van egy busz Halimbáról, ami megáll Padrakúton is, és vissza lehet vele jönni Ajkára. Úgyhogy azt céloztam meg. Meg úgy tudom, hogy 50-kor is van egy, de azzal viszont már nem érem el a vonatot. Akkor a váróterembe kell egy órát állni. De végül, hogyha van konnektor, akkor az olyan nagy tragédia, mert addig tudok dolgozni. Ugye ezen a videón is akár, vagy a fényképeken, amiket csinálok, itt van a jelző, csak most ugye ellenfényben vagyunk. És úgy látom, szegény kamera már megint azért képhibákat produkál. Hát igen, 4 év után már kezd mindig megadni magát, sokat volt használva. Itt van a jelző. És ez is működik, vötöset mutat. Kicsit már benőtte a gaz, de működik. És akkor a haladási irány. Itt még az egész jól járható. És eljutunk ide mindjárt, hogy itt lesz egy útátjáró, és át a közúton. Na vajon fénysorompós? Semmilyen, vagy csak András. Nem, olyan úgy látom fénysorompós. Aha, fénysorompós, igen, itt van a behatás. Vagy ez inkább a kiszámlálási pontja lesz, mert ilyen behatási pontot azt messze szokták tenni.
hogy a 40 másodperces kiüdítési idő meg legyen. És ez még egy lassan mozgó vonat más lenne. De közben ott látom már a magát a fénysorompót is. Hát az más kérdés, hogy működik-e, de mindjárt ki fog derülni. Tehát itt szépen keresztezzük a közutat megint. Aha, és villog. Fehérrel legalább tud villogni. Úgyhogy azért működik. Nagy forgalom nincsen, úgyhogy most átmegyek, kihasználva azt az alkalmat, hogy nem jön semmi. Viszont itt van még a doboza is. AS 15, tehát igen, a 15-ös szelvény meg ott van. Úgyhogy szépen haladhatunk tovább. És eddig egész jónak tűnik. Ugye, hallottam rém híreket, mert végeztem némi közvéleménykutatást. Vagy legalábbis valakit megkérdeztem, aki ajkai, hogy szerinte mennyire járható a vonal. És hát ő mondta, hogy nem árt, ha hozok magamba lágvágót, egyébként van nálam, mert lesznek olyan részek, ahol nagyon begazosodott. Hát eddig nem jött be a számítás, de és merem remélni, hogy tévedett. És akkor irány befele a vonalon. Mindjárt mesélek a történetéről is. És itt haladunk el, csak néha felszokott a szél támadni, azért mindig próbálok úgy videózni, hogy ne kavarjon be a szélzaj. És ott van még egy jelző, az szerintem előjelző lesz, de majd, hogy közelebb érünk hozzá, kiderül. Szerintem, hogy 1970 után szedték föl Padrakút és Halimba között, tehát valószínűleg akkor már a bányában megszűnt a kitermelés. A Padrakútig viszont szerintem talán a 2000-es évekig használták a vágányt, utána már azt is felhagyták. És egyébként itt van egy pár villanyvezeték is, mert Ajkán volt egy széntüzelési erőmű is. De úgy tudom, hogy már az sem működik. Hát, na, akkor haladjunk el, de most egy olyan egyenes a pálya, és akkor ott előttünk látszik, hogy azért kezd már gazosodni. De ez még nem tűnik olyan veszélyesnek. A EJX, tehát előjelző és mutatja a sárgát, tehát az meg hát majd hozzáértő megírja. De szerintem ugye a sárga az azt jelenti, hogy a főjelző megálljelzés várható. De az EJ az biztos, hogy az előjelző rövidítése. És nézzetek itt egy, ez így ránézésre egy 120 kV-os villanyvezeték, és a porcelán szigetelők viszont újak. Hát ez látszik, hogy ezt nemrég cserélték, mert hát a használtabbnak ez a világosabb színe, ez nincsen meg. És itt viszont van egy átjáró. Gyalogos. És ami érdekes, hogy nem labirint korlát van, hanem csak rendes, ilyen fém korlát, de az is elég gyérosdás. Hát nem mostanában használták. Sőt, itt szerintem egy ilyen forgóajtó volt. Ha és erre fele vezet. Hát a vasúti pályának ezt a szakaszát használják a legtöbben, ugye, gyalogosok átjárónak. Viszont innen kivették a betonelemet. És itt van a behatási pontja a fénysorompónak. Tehát meg tovább a pálya. És egyébként eddig, amit láttam végig, az, hogy 48-as sinek, és hol betonaljak, hol talpák. Most itt éppen látjátok, elembetonaljak vannak. Tehát haladunk szépen egyenesen. És végig 48-as sinek, aztán lehet, hogy majd itt később megint egy talpás szakasz. És eddig még azért annyira nem veszélyes a helyzet. De azért látszik, hogy nem tegnap járt itt utoljára vonat. És hát valószínűleg ez pont egy olyan vonalszakasz, aminek igazából már nincsen funkciója. Ez eleve csak a bányák kiszolgálására épült az 50-es években, és ilyen más funkciót nem is nagyon lehet neki találni. Hát csak előre. Hát ha ennél rosszabb nem lesz a helyzet, akkor azzal már ki tudnék békülni. Hát igen, mondjuk itt már azért egy vonat bajosan menne át. Viszont forgalom az még van erre, mert kitaposott ösvény az még itt van, tehát valakik járkálnak itt.
Azt nézzétek, innen jobban látszik ez a nagy hűtőtorony. Nem semmi komplexum, szerintem itt volt az erőmű. De legalábbis az egyik részlege itt lehetett. Egyébként a sinek megvannak végig, az is látszik, és még ösvény is van mellette. De közben már megint föltámadt a szél, de még nem zavar bele a felvételbe. 29-es szelvény, és az első nagyobb akadály. Itt azért már tényleg rendes fák vannak a vágányon, de talán még ezt is ki lehet itt kerülni. Hát itt nem, de talán itt igen. Úgyhogy végül is lehet itt haladni. De csak azért itt jön majd a neheze. És nézzétek, itt van a vasútvonal, és itt van egy vasúti híd, amit így most megmutatok innen oldalról is. Érdekesek ezek a barna foltok rajta. Ugye hát ez vas beton mégis olyan, mint hogyha rozsdásodna. Na nem az a tipikus beton szürke. Na ezt nézzétek! De most pont szemből fúj a szél, úgyhogy lehet, hogy sokat nem fogtok hallani, de itt van a híd. És pont előtte van a nagy gaz. Át lehet rajta menni, de egyszerűbb volt ott lent megkerülni. Nézzétek, akkor egy kicsivel tovább jöttem. Mellettünk itt egy állkomplexum, és hát itt előre. Most itt viszont teljesen jó a pálya. Járható, és lehet rajta haladni. Felépítmény mit sem változott, 48-as sínek és betonaljak. De az is látszik a sínkoronán, hogy itt már nem járt vonat jó pár éve. Ezt nézzétek, itt volt egy egyszerű útátjáró jelző, és itt viszont van egy iparvágány erre a járkomplexumra. Hát az talán még jobban be van nőve azzal, mint a másik. Valahol hátrébb ágaszhatott ki. Ott van egy víztorony, benne a gyártelepen, az valószínűleg azért elég nagy komplexum lehetett, hogy építettek a saját víztornyot, csak hogy a vízellátás az problémamentes legyen. Tudom, hogy akkor a fogyasztók látták, mikor ez még működött, hogy szükség volt rá. Tovább egyenesen, és egyébként szerintem lassan már padlakúton vagyunk. Kicsivel arrébb lehetett a váltókörzet, innen még nem látszik. És itt van a váltókörzet. Ott van a váltóállító, és itt van a kitérő, kiszögelve. Haladunk tovább, aztán meglátjuk, hogy hova jutunk. Közé már lehet haladni. Itt van még egy vágány. Ez nem tudom, hogy került ide, de itt van. Az pedig valahonnan onnan jön, és itt végződik egy csonkába. Szóval ez itt végződik egy csonkavágányba, hát ezt nem tudni, hogy mi célból volt itt. És hát errefele megy tovább a sikettő, hogy nyilván ez a iparvágány oda gyártelepre vezetett. Jaj, ez meg egy szúrósakác volt. És itt van a váltó. És itt van az állító. És itt van még egy állítómű. Aha, meg itt van az akna, ahol a vonóvezeték lánca megy. Itt pedig itt volt az egykori rendező. Innen már egész jól látszik a szokkörzet, de itt azért látszik, hogy itt valószínűleg mangánt vagy valami más laktak, mert ez nem az a megszokott színű az ágyazat koszolódás, ez nem fékpor, meg vaspor, ugye, ami a tuskófékekről jön. És itt volt egy lakodó is. Viszont itt látszik, hogy azért vannak itt még fák feldepózva, de hát ezt nem vonattal viszik el, az is
kiderült, mert ezen a pályán így nem tudott volna bejönni. De hát itt ez már lassan, igen, itt a padra kirendező. A udvar, hát valahol eddig vannak meg a sinek itt. Eddig hagyták meg, itt a 70-es években innen tovább Palimbáig már felszedték. Tehát onnan már csak a vágány helye marad meg, azon kell majd tovább menni. Már ha lehetséges, az majd mindjárt kiderül, hogyha odaérünk. És ezt nézzétek, itt is van még egy vágány a gazba. Ott még arrafele tovább a rendező. Ezt nézzétek, itt már az a baj, hogy el van kerítve, viszont ott látszanak a sinek még bent. Tehát itt van a rendező vége. Na, meg tudom mutatni, hogy ott még két vágány látszik. És itt van a rendező vége, csak itt már el van kerítve, úgyhogy ide nem tudok bejönni. Úgyhogy ezt valahogy meg kell kerülni. De egyébként eddig vannak meg a sinek, innen padlakúztól Halimbáig már. Ugye a feltörett szakasz van, ahol már csak a nyomvonal. Hát megpróbálom majd bejárni, amennyire lehetséges. Viszont itt kerülni kell egy nagyot, ott van a közút, odáig kell kimenni. És ezt nézzétek, bizony itt volt a régi nyomvonal. Tehát ez itt a Devecser felé vezető útnak feletti felüljáró volt, és itt mentek fönn a sinek. Úgyhogy ez biztos, hogy most jó nyomon vagyok. És itt van egy feljáró is, úgyhogy mindjárt fel is megyek, aztán meglátjuk, hogy mennyire lehet innenstől kezdve követni. De hát itt már biztos, hogy nehezebb dolgom lesz, mert itt már úgy kb. 50 éve nem jár vonat. Hát látjátok, erre ment. Vagy hát erről jött a vonal, inkább így mondom. Hát egy darabig még elmehetné, csak nem tudom, hogy meddig lehet. Tehát olyan sok értelmét nem látom, mert bármikor beleszaladhatok a magánterületbe. Körülbelül egy olyan 300 métert hajottam a közúton, és ilyen fél kilométert kerültem, meg idáig is egy olyan 200 métert jöttem be. Tehát maximum szerintem egy olyan 100-150 métert, ha tudnék menni. És szerintem ugyanazt látnánk, mint eddig, inkább a másik irányba kell megpróbálni előre nyomulni. Egyébként bizony ezek még az ágyazatból itt maradt kövek. A sileket meg a talpfákat elvitték, azt valószínűleg nem is fogok találni, de azért az ágyazat kövek itt vannak. Meg a szúrós akácok is. Na, nem baj. Hát aztán lehet, hogy viszont úgy látom, hogy van itt egy földút is mellette, tehát hogyha minden kötél szakad, akkor azon még tudok menni. Erre gondolok, amit mellettem, aztán ki tudja, hogy meddig. Itt pedig már a közút megy tovább. De ez volt a szereti nyomvonal, ez így már biztos. Aha. Szúrósak az, de ez még talán annyira nem veszélyes. És hát itt, ameddig tudok előre menni. Hát innen meg már kész Váda vezet. Senki tudja, hogy meddig. De hát innen egész jónak tűnik. És még az a bizonyos földút is itt van alatta. Ott szaladt egy nyúl, ha jól láttam. És ezt nézzétek, mit találtam, bizony, 51-es, nem igaz, tehát itt van egy szelvénykő, amelyik megmaradt. És bizony ezek a bagikövek is itt még a vasúthoz tartoztak. Ilyen szép magas töltésre építették annó. Hát ezt nézzétek, egész jól lehet itt haladni. Itt volt a nyomvonal, és errefele haladt a tovább itt az ágyazatkő, az mindig jól mutatja, hogy merrefele. De más tárgyi emléket eddig nem találtam. De lehet, hogy lesznek akkor még szelvénykövek, mert úgy tűnik, hogy azokat se szedték föl. Viszont legalább jól járható a nyomvonal. És íme, még egy szelvénykő. De erről már lekopott a felirat. Itt van egy kiszáradt folyóvíz, nek a medve. És volt rajta egy híd. A korlátból ennyi maradt. De hát nyilván itt
itt ment át a vasút, mert más híd a környéken, úgy látom, nincs. Vagy lehet, hogy nem, az ott mi. Ott is van egy híd, na azt majd mindjárt megnézem, hogy az hova vezet. De ez lesz itt a vasúté, hát. Itt vannak a kövek, az ágyazatból még mindig. De ott is van egy híd, ami viszont érdekes, hogy az mit keres ott. Tudom, ide ha kijövök, akkor át tudok-e ott menni valahol? Nem biztos, hogy át tudok. Aha, ezt nézzétek. Ez a vasúti híd, ez pedig valószínűleg közúti híd volt, ami most állok. Oda viszont nem tudok lemenni, de érdekes, hogy volt íves. Ilyen téglából kirakott. Nem tudom, minden mennyire látszik. Megpróbálok oda lemenni, de nem hiszem, hogy sikerülni fog. Nem azért, mert víz van ebbe a akármibe, valószínűleg ez csak egy patak volt, mert kiszáradt ez már, de ezen a gaztengeren jöttem át, és nem biztos, hogy oda is le tudok menni, de megpróbálok. És ez volt itt ennek a földútnak a hídja, ez látszik, hogy ez már modernebb. Viszont ott ez a régebben épült vasúti híd volt. Itt volt a Bambi az előbb, de úgy látszik már meglépett. Megint nem sikerült levideózni ezek szerint. Hát viszont itt már ilyen nehezebben járható a nyomvonal. De szerencsére van itt egy ösvény. Na hát tessék, itt van a töltés. Itt mentek egy kodasinek. És hát itt mellette tudok jönni. És ez már a közút vélhetőleg. És akkor itt volt egy kiágazás. Annó. Egy szárnyvonal, ami szerintem ott ment azon az utcán. És be a házak közé, és a fővonal pedig itt ment tovább egyenesen. Meg fogom először nézni ezt a kiágazást, mert szerintem itt ki tudok menni a tárra, és ez a földút, ez szerintem még mutatja is, hogy pont itt ment. És ide meg majd vissza tudok jönni később is a következő kereszteződésbe. Hát itt látszik, még ha nem is teljesen pontosan van belajzolva, de itt van a kiágazás, és hát sok a helyig. Elmegy ide, és látszik, hogy a környéke is már beépült, tehát ebből valószínűleg sokat nem fogok látni. Viszont a következő kereszteződésnél meg ott vissza tudok menni majd a vonalra. Szerintem a szárnyvonal az itt jöhetett valahol. Kézzel fogható nyoma, ez az utca lesz szerintem, mert ez nem véletlenül ilyen a nyomvonala. És egyébként eddig eljött, és utána ott lett vége, de hát itt ennek már biztos, hogy semmilyen nyomát nem fogom találni, mert itt már a környék is beépült, azért még a kanyarig elmegyek hátha. Csak onnan ment tovább egyenesen még egy kb. 50 méterig, és ott volt a vége. Nem is lehet tovább menni, ott egy falba vége annak az utcának, úgyhogy eddig lehetett követni. Itt volt a töltés, és itt ment tovább a vasút egyenesen, szerintem azon a kapun keresztül. Az még lehet, hogy a vágányos tartozott, viszont elkerített rész és magánterület, úgyhogy ezt itt megint valahogy meg kell kerülni, úgyhogy van itt egy utca, majd ezen megpróbálok bemenni, és szerintem úgy sikerülni fog. Nyomát ugyan nem találtam, de valahol itt jött a vasútvonal, és arrafele ment tovább, és van ott egy földút, amin talán el lehet valameddig menni, és a térkép szerint is az majd rákanyarodik az egykori töltésre. Talán még itt lehetett, mert ez még egy kicsit gyanús, de innen már nehéz megmondani. Hát elfele tudok tovább haladni ezen a földúton. Majd meglátjuk meddig, és a térkép szerint ugye egy 100 méter után már a töltésre kanyarodik rá, hát meglátjuk. Aztán az is kérdés, ugye, hogy innen már csak pár kilométer halimba, és ott a bánya fele még azért van több út, és aztán ki tudja, hogy mikor szaladok bele egy lezárt részben, vagy egy magánterület táblában, meg egy kerítésbe, de hát megyek, ameddig tudok. Akkor mutatom, hogy itt volt az a földút, amin bejöttem, és a térkép szerint ez már a egykori vasútvonalnak a nyomvonala, hát meglátjuk, itt minden esetre szintén jelez valami medret, patakot, folyót, akármit, tehát azon biztos, hogy lesz egy híd. És itt viszont már nem az a vasútnál rendszeresített bagi kövek vannak, na közben meg beborult az ég, tehát még itt lehet, hogy esni is fog.
Na az úgy szép lesz majd, hogyha még egy szaladázás is megtörténik vonalbejárás közben. Volt már egyébként ilyen, de nem vágyom rá annyira. Aha, itt is vagyunk szerintem. Aha, igen, itt van a híd. Hát a korlátból ennyi maradt. Aztán ezért tényleg már a vasútnyomvonala volt, csak mivel csináltak ide egy földutat később, miután a sineket felszedték, lehet, hogy innen elpucolták a bakiköveket is. Vagy csak, hogy annyit jártak itt közúti járművek, hogy ráhozták a földet, azért nem látszik, nem lehet tudni. De mindenesetre ez lehetett egy vasúti töltés. Majd azért figyellek, hogy találok-e valami erre utaló nyomot. Például szelvénykövet. Már szerintem itt nagyon más már nem fogok találni. Ezt nézzétek, arról jöttünk eddig, és itt van egy útkereszteződés, és itt minthogyha egy-két ágyazat követ vélnék felfedezni, és erre megy tovább a vasútvonal. De egyébként jöttem már, hogy egy kilométer, de kézzel fogható nyomát nem láttam eddig. Tehát nem találtam szelvénykövet, se. Ezért igazából ágyazott maradvány se nagyon. Igazából itt a kereszteződésnél volt az egyetlen, ahol azt lehetett mondani, hogy volt. Hát jó sí maradványt azt nyilván nem fog találni, meg talpát se szerintem, mert azt nyilván felszedték, amikor vitték az anyagot. De hát haladunk előre, aztán majd csak. Előbb-utóbb lesz majd itt egy tó is, a térkép legalábbis jelzés, majd a tó után nem messze van az egykori bánya terület, és addig tartott a vasútvonal. Hát megyek, ameddig tudok. Aztán majd ki kell menni a műútra, valahogy, mert ott van a busz megálló. De ott viszont van ugye egy földút, ahol ki lehet menni. Na, akkor most merre? Szerintem itt egyenesen ment tovább a vasút, sőt biztos. Hát ez volt az egykori nyomvonal, viszont itt már nem követi a földút. Hát ezt nézzétek, innen jött a vasút. Ez biztos ez volt az egykori nyomvonal. És itt folytatódik. De hát ennyi. Eddig sikerült eljutni. Ez itt kerítés van. Hát megnézem esetleg még erre, hogy meg lehet-e kerülni, de lehet, hogy itt lesz a vége, és akkor de ezen a földúton a másik irányban meg ki tudok menni a műútra, és akkor itt a vége, fuss el véle. Hát akkor ennyi, mert itt megnéztem, nem lehet tovább menni. Ugye a kerítésen meg nem mászunk át, mégiscsak magánterület. Úgyhogy, ahogy térképen azt néztem, hogy itt körülbelül 2 kilométer, vagy sőt inkább csak egy, jobban megnézve a térképet, itt ezen a földúton ki lehet menni a műútig. Ott elsétálok az első busz megállóig, és visszamegyek Ajkárvát, nagyon más nem tudok csinálni. Egyébként ott van Halimba is már, gyakorlatilag ott a műút szélén. Úgyhogy ez valószínűleg ennyi, hát még valószínűleg a busz megállóban fogok jelentkezni, de most legalább pont erről fúj a szél. Nem tudom, hogy tartsam, hogy jó legyen. De hát innen már csak erre lehet menni. Akkor közben sikerült beijednem így a földút végén Halimbára. Na most az más kérdés, hogy egyrészt, hogy van-e valami nyitva, bármi, dohánybolt, bolt, akármi, ahol esetleg indivalót tudok venni. Másrészt meg, hogy fél óra alatt meg kell találnom a busz megállót, mert 14:40-kor indul a Petőfi Sándor térről Ajkára, és a térkép szerint a következő mellékutcán kell lemenni, és ott van. Hát kíváncsian várom, és úgy látom, van egy dohánybolt is. Hát kérdés, hogy nyitva van-e. Egyébként túl sok reményt nem fűzök hozzá, hogy bármi nyitva lévő, akármit találok. Ugye munkaszüneti nap van, ezt a videót november 1-én veszem föl. Tehát az eleve szerintem vasárnapi nyitvatartás van, viszont ott van egy kocsma is mellette, az lehet, hogy nyitva van. Hát minden esetre kiderül mindjárt. Sőt, ott lesz a busz megálló, és szerintem pont a kocsma mellett. Nézzétek csak. Tehát szerintem ott egy kocsma, vagy legalábbis volt egy kocsma, nem tudom, itt van-e még, és
Szerintem az ott a buszmegálló, reménykedjünk, hogy nyitva van. A buszmegálló megvan, itt a menetlen, 14:40-kor indul Ajkára a busz. Addig még van fél óra, úgyhogy hát mindjárt megnézem, hogy ez a vendéglátóipari létesítmény nyitva van-e. Ha igen, akkor itt veszek indivalót. Hát akkor a túrának itt van vége. Szerencsére itt ez a kosma nyitva volt, úgyhogy vettem egy sört, meg egy sportszeletet, mert ugye igazából ez volt, de ez elég lesz az arra, hogy kihúzzam Ajkáig. Szóval reméltek, Ajkán úgyis várni kell, míg a vonatra vagy másfél, egy 3/4 órát kb. Úgyhogy addig lehet, hogy találok valamit, ami nyitva van. Ha nem, akkor meg majd ott is keresek valamit, ahol legalább csak itt lehet venni. De egyelőre akkor ennyi még fél, de van a buszék, mindjárt megveszem rá, hogy egyet, és akkor már nincs más hátra, mint várni. Akkor ez a kis ajkai vonalbejáró túra, ez ennyi lett volna. Hát Halimbáig majd lehet, hogy egyszer majd megpróbálom, de akkor úgy, hogy mert van még arra fele, hogyha megyek Szöcs fele, akkor még ott van egy bekötő út, ahol talán be lehet menni a végéig, de hát addig most elsétálni az már nem menne meg az időbe se férne bele, mert rámesteledne. Úgyhogy majd marad, az majd lehet, hogy egyszer valamikor majd visszajövök, de akkor úgy, hogy biciklivel Ajkál, és akkor átbiciklizek ide Ajkáról, mert ez kb. 10 km, nem olyan sok, és akkor biciklivel megpróbálok oda bemenni, de hát ez majd a jövő zenéje. Mert nem is biztos, hogy érdemes, mert vágány maradványokat úgyse fog találni, meg maximum a nyomvonal van, meg más már nem. Az egykori rendező is tuti nincsen meg, az biztos felszedték. Úgyhogy eszek egy sportszeletet, mert megiszom ezt a sört, és addig meg is érkezik a busz. Úgyhogy ez ennyi lett volna. Sziasztok!